Adomány Kárpátaljának 1,5 millió forint értékű segítséget küldtek Ungvára és Beregszászra. Fejlődés Nyíregyházán, útépítés gazdasági beruházás sikeres éven van túl a megyeszékhely. Első helyen az őszi szezon után a megyei első osztály élén áll az Újfehértói Futballklub. Kárpátaljai óvodák, iskolák és gyermekotthonok számára gyűjtött adományt az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Hierotels Egyesület. 1 millió forint pénzbeli és 1,5 millió forint értékű tárgyi felajánlás érkezett a közös akcióban. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az adomány szerdán Kisvárdáról indult el Kárpátaljára, Ungváron a Szent Gellért Kollégium és az Ingyen Konyha, valamint a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye fiataljai kapják a felajánlásokat. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, az elmúlt 10 hónapban a segélyszállítmányok valóban oda jutottak el, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk. Ungvár, igen. Kézről kézre kerülve jutnak be a dobozolt segélycsomagok Kisvárdán a mikrobuszba. Továbbra is nagy szükség van a tartós élelmiszerekre a határon túl, így bőven jutott ezekből a Kárpátalja házból szerdán reggelen indított segélyszállítmányban is. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Hierotheos Egyesület advent alkalmából már 3. éve szervez adománygyűjtési akciót kárpátaljai óvodák, iskolák, gyermekotthonok számára. Idén ennek a gyűjtésnek minden eddiginél nagyobb jelentősége van. Az adományokat olyan helyekre juttatják el, ahol a háború miatt komoly nélkülözésre kényszerülnek. Ez a háborús helyzet, ez mássá teszi az életünket, de nekik, akik ott vannak, egy olyan megyében, ahol sok esetben nincs világítás, az alapvető életfeltételek sem adottak. Egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy ezeknek a fiataloknak a karácsonyát szebbé tenni erkölcsi kötelességünk, és ennek tettünk eleget. Mi az Ungvári Szent Gellért Katolikus Kollégiumot, az Ungvári Karitász által működtetett ingyenkonyhát, a Beregszászi Magyar, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerülete fiataljait, és az Ungvári püspökségen lévő, most odaérkezett menekült fiatalokat fogjuk ma megsegíteni, számukra viszünk ma adományt. Az adventi akcióban több mint 1 millió forint pénzbeli és több mint 1,5 millió forint értékű tárgyadományt, köztük 2 villanybojlert gyűjtöttek össze a térségben élők. Seszták Miklós országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a Kisvárdai Kárpátalja ház és a Tisza RTT áldozatos munkájának köszönhetően az elmúlt 10 hónapban a segélyszállítmányok valóban oda jutottak el, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk. Amikor a háború kitört, akkor nem tudták még, hogy hova kell igazodni, nem tudták még, hogy hova kell behozni, vagy hova kell vinni, és itt az ide befolyt adományok mindig jó helyre, Czap Andrea és Erdély Tatjának a segítségével a megfelelő helyre érkeznek meg, és jutnak el Kárpátalján. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos szerep a háború kitörése óta, és erre példa a mai adományozást is szeretném megköszönni minden adományozónak, mert ebbe a furcsa 22-es karácsonyba mindenki érzi, hogy egy picit más, mint az eddigiek, főleg ott, ahol a háború rémeretteg is betartja az ott élőket, ezért fontos, hogy megfelelő adományok megfelelő helyre jussanak ki. Az adományokra pedig nem csak most karácsonykor, hanem a következő hetekben, hónapokban is szükség lesz. Aki akár pénz, akár tárgyadománnyal szeretne segíteni a Kárpátalján élőknek, azok a katolikus Karitászon, a Hierotheos Egyesületen, vagy a Kárpátalja házon keresztül a jövőben is megtehetik. Nagyszabású útépítési és útfelújítási program zárult le Nyíregyházán 2022-ben. Az 5 milliárdos kormányzati forrásból csak idén több mint 20 útszakaszt fejlesztett az önkormányzat. 2023-ban befejeződik a stadion felújítása, valamint folytatódik az ország egyik legjelentősebb munkahelyteremtő beruházása, a dél-koreai W-Scope gyár építése is az ipari parkban. Az egyik legjelentősebb útfejlesztésért véget a nyíregyházi Makai István utcában. Az 5 milliárdos kormányzati forrásból csak idén több mint 20 útszakaszt építtetett az önkormányzat. A visszanemtérítendő állami támogatás mellett pályázati forrásokból is fejlesztették az úthálózatot a megyeszékhelyen. Nagyon fontos
nagyforgalmú utakat felújítottunk, mint például a Debreceni, Ruter, Hunyadi utca, Kollégium utca, Nyírszőlőbe, vagy a Derka, vagy a Kertvárosba. Ezek mindannyian tudjuk, hogy milyen nagy forgalmat bonyolítanak, nagyon fontos fejlesztések voltak, de emellett topos EU-s forrásokból is tudtunk sok beruházást, ilyen útfejlesztést megvalósítani. Itt említhetem a Széchenyi, Szarvas, Szent István utak felújítását, ami mind a három, tehát minden út komplexen, tehát más szemléletben történik már Nyíregyházán évek óta, tehát építettünk buszöblöt, hogy ne tartsa fel a forgalmat annak hiánya. Építettünk okoszebrát, a csapadékvizet rendeztük, a járdákat kijavítottuk, tehát ez egy gyalog átkelő helyet okoszebrával, tehát ezek mind egy önmagukban egy komplex fejlesztések, és nagyon fontosak, és elértük azt, hogy a nagykörúton belül már nincsen olyan út, amit ne újítottunk volna fel. Stratégiai jelentőségű beruházás a nagykörút befejezése is, amely a tervek szerint 2024 első negyedévében ér véget. További infrastruktúrális fejlesztések tervezése is folyamatban van. A külső körgyűrű utolsó szakasza, a Tokaji úti aluljáró, az intermodális csomópont megépítése mind az önkormányzat rövid távú tervei között szerepel. Országos szinten is kiemelkedő a dél-koreai W-Scope gyár építkezése. Alapkőletétel meg volt októberben, és már látszik, hogy megy a munka előre. Ez ennek a világcégnek az első európai gyára lesz. 1200 munkahelyet hoz létre két ütemben. Ez önmagában csak a gyár, itt még ugye a beszállítók és az a piac, amit jelent szolgáltatóknak, az még ezen felül van értelemszerűen. És hát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amit egész Európában, nem csak Magyarországon kialakul, egy nagyon komoly recessziós gazdasági visszaeséssel járó kockázattal, az akkor különösen fontos, ha itt pedig Nyíregyházán munkahelyteremtő beruházások indultak. Mert hogy a gazdasági visszaesés, a recesszió azt is jelenti tényszerűen, hogy munkahelyek szűnhetnek meg, de létesülnek is. A világszerte tapasztalható gazdasági visszaesés ellenére több nagy beruházás kezdődhet, illetve fejeződik be 2023-ban Nyíregyházán. A stadion beruházás az a nagy következő sportinfra beruházások, az most már valaki arra jár, körvonalazódik, az jövő év végéig elkészül, talán nyár végén vagy ősszel kész lesz, nagyon modern és nagyon, hogy mondjam, városkép szempontjából is jó beruházás lesz. De indítottunk most, az elmúlt hónapokban is beruházásokat, fejlesztés. Például a Derkovics-Tiszavasvároti csomópont, ami érinti a felüljáró támfalának az építése, megy most a szélső Bokori út, és vannak most is közbeszerzési eljárásaink folyamatban. Tehát én úgy számolok, hogy a következő évben, ami szintén egy bravúr és egy nagy adomány egyben, legalább 10 fejlesztés folyik majd a városban. Kovács Ferenc elmondta, a város költségvetése 2013 óta hiánymentes. Folyószámlahitelt alkalomszerűen kis összegekkel vett igénybe az önkormányzat, a meglévő kedvezményes hitelek fizetése pedig biztosított. A gazdasági környezet bizonytalanságai miatt azonban a korábbi gyakorlattól eltérően január helyett leghamarabb február közepére lehet költségvetése Nyíregyházának. Tóth Viktort választotta megyei elnöknek a Magyar Szocialista Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete a politikus Varga Lászlóval, a párt országos elnök helyettesével tartott szerdai tájékoztatón azt mondta, a jelentős áremelkedést a kormány áfa csökkentéssel mérsékelhetné, így a nyugdíjasok mindennapjait is megkönnyítenék. Gondoljunk bele, hogy most bejelentették a 15%-os nyugdíjemelést jövőre, és azzal a 15%-os nyugdíjemeléssel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyugdíjasok átlaga 167 ezer forint lesz, de nagy többsége most is 120 ezer forint alatt él, és abból kell, hogy megéljen. Képzeljük el a rezsiköltségek mellett, még ki kell fizetni a gyógyszert,
és ezt a hatalmas élelmiszer árnövekedést is finanszírozniuk kell. Folytatjuk évvégi összefoglalónkat a negyedik hónappal. Április az országgyűlési választásokkal indult. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyéni mandátumokat a kormánypárti jelöltek szerezték meg. Mozgalmas volt az élet a Nyíregyházi Állatparkban is, ahol törpe víziló született. A 2022-es választásokon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyes választókerületben Szabó Tünde győzött 45,64%-os arányjal, második Lengyel Máté lett 41,23%-kal. A kettes választókerületben Vinnai győződött az első, csak nem 60%-os eredménnyel, második Aranyos Gábor lett 31,46%-kal. A hármas választókerületben Fölényes 66,26%-os győzelmet aratott Sesták Miklós. Ellenfele Tóth Viktor kicsit több mint 25%-ot ért el. A négyes választókerületben született a megye legnagyobb arányú győzelme. Tilki Attila a leadott szavazatok 69,69%-át szerezte meg, a második helyen Sápi Mónika végzett 24,4%-kal. Az ötös választókerületben Kovács Sándor 65,72%-kal nyert, a második Földi István lett 23,68%-kal. A hatos választókerületben Simó Miklós győzött, aki 66,75%-ot kapott, itt a második helyen Tóth Viktor végzett 25,53%-kal. Az országos pártlistán a parlamentbe jutott még Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, így heten képviselik a megyét az új országgyűlésben. A Balkányban élők álma teljesült azzal, hogy átadták a településen az új piacot. A polgármester elmondta, népszerű a hely, hiszen a környező településekről, Bökönyből, Geszterédről, sőt, Újfehértóról is járnak ide termelők. Ezért is volt fontos, hogy a piac területének közel felét esővédetté tegyék. Ez egy felújított piac lett, itt már működött régebben piac, csak sajnos ez a fedett rész, amit ma átadunk, illetve a vizes blokkok megújultak, illetve zöldesítés történt, ez zöldváros toppos forrásból nyertük, amelyben játszótér, kondipark, Kossuth-park és ez az épület készült el. Egy műanyag láda szolgált medenceként a törpe vízilónak. Ebben érkezett Gerzson, a Nyíregyházi Állatpark új jövevénye az első állatorvosi vizsgálatra. Így volt neki komfortos. A park munkatársai rögzítették a testtömegmérést. A kicsi alatt két hetes korában is már 13 kg-ot mutatott a mérleg. A szükséges orvosi vizsgálatok során mindent rendben találtak. Az állat megkapta az egyedi azonosítóját és a Gerzson nevet. Nagyon vártuk ennek a kicsinek a születését, hiszen ez a faj végveszélyben van Nyugat-Afrika első erdeiben, mindösszesen 2000 egyedél ott az élőhelyén, és a világállatkertjeiben is mindösszesen 300. Itt a Nyíregyházi Állatparkban a tenyészpár 2009 óta alkot egy párt, és hatalmas öröm, hogy Gerzson világra jött, hiszen ő nagyon ritkán szokott hímegyed napvilágot látni zártartási körülmények között, úgyhogy már most a koordinátornak, hogy lejelentettük a 7-hetes apróságot, már most mondták, hogy lenne mennyasszony jelölt a későbbiekben. Ebbe a falatba a séf bele tudja vinni az ő egyéniségét, a saját ízlésvilágát, esetleg, hogy mit képvisel. Ez az úgynevezett fingerfoodok lényege. Az apró falatkák a gasztronómia legfelkapottabb termékei közé tartoznak jelenleg. Varga Károly, többszörös európai világbajnok és olimpiai aranyérmes mesterszakács a legújabb trendekről, tálalásról, főzési sütési eljárásokról tartott előadást és bemutatót a megyei iparkamarában április végén. Aki nem követi a trendeket, az sajnos nagyon csúnyán lemarad, úgyhogy ezt szinte napra készen kell lenni, hiszen tényleg gombamódjára jönnek elő az új dolgok, és hogyha ezt nem figyeljük, akkor sajnos butábbak leszünk egy kicsit, és nem tudjuk alkalmazni, pedig ez a lényeg ennek az egésznek, és tehát élen kell járni mindenféleképpen, ez nagyon sokat kell tanulni, nézegetni a világhálót, és kollégáktól esetleg információkat begyűjteni, és hát mindig örökké képezni kell magunkat. Varga Károly a konyhaművészeti artisztika hazai úttörője. A gyümölcs és zöldség kompozíciók aprólékos kidolgozásáról szakkönyvei is megjelentek. A látványos kreatív asztaldíszek elkészítéséről a nyíregyházi közönségnek is tartott bemutatót.
Három nap múlva karácsony, az ünnepek közelettével sokan döntenek úgy, hogy a nagy tömeg helyett inkább interneten rendelik meg az ajándékokat. Érdemes ezeket a vásárlásokat virtuális vagy webkártyával rendezni, és kerüljük az impulzus vásárlásokat. Többek között ilyen jó tanácsokat adott 35 perc című műsorunkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Békéltető Testület elnöke. Az igazságügyi minisztérium honlapján elérhető azon webáruházak listája, akiknél már tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot vagy engedély nélkül működnek. Ezért egy-egy áruház honlapján érdemes megnézni, hogy a kötelező tájékoztatásnak eleget tesznek-e. Ilyen például a fizikai elérhetőség, vagyis a székhely megadása. Ha csak telefonszám vagy e-mail cím van feltüntetve, az gyanús lehet. Érdemes elvégezni egy árösszehasonlítást is a vásárlás előtt. Nem árt a későbbiekben, ha képernyőfotó bizonyítja, hogy honnan, mit és mennyiért rendeltünk. Fontos tudni, hogy a szerződés csak akkor jön létre, ha 48 órán belül a kereskedő visszaküldi az igazolást a megrendelésről. De más internetes vásárlással kapcsolatos információkat is mondott Görömbeiné dr. Balmaz Katalin a 35 perc című műsorunkban. Ha mondjuk egy nagyobb műszaki terméket vásárolunk, akkor menjünk el egy műszaki áruházba, nézzük meg, és ha utána neten megrendeljük, akkor tulajdonképpen előnyünk van, mert már kinyitottuk azt a hűtőajtót, belenéztünk, körbejártuk, stb. Viszont esetleg a neten kedvezőbbek a feltételek, és akkor ott meg tudjuk rendelni. Az elállást pedig indokolni sem kell, de fontos, hogy 14 napon belül vissza kell küldeni a terméket, és ennek költségei a fogyasztót terhelik. A kereskedőnek pedig vissza kell térítenie a teljes vételi díjat, ha abban kezelési és szállítási költség is volt, azt is. Más a helyzet a személyes üzletben történő vásárlásnál. A 72 órás elállás csak hibás termék eseténél, tehát ha az nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, akkor kell a vállalkozásnak kicserélnie a terméket. Minden más esetben az üzlet saját üzletpolitikája határozza meg, hogy visszaveszi-e vagy sem. 35 perc című műsorunkban a Békéltető Testület elnöke arról is beszélt, mi a helyzet a külföldi, unión kívüli webshopokkal. Ha uniós államon belüli a tagállam, ahonnan vásárolunk, akkor ott ugyanazok a szabályok vonatkoznak. De ha tényleg Kínából, Amerikából veszünk dolgokat, egyrészt most már nincs ez a vámmentesség, ami korábban volt, a 22 euróig, most már ez nincsen, tehát mindenképpen ezeket a dolgokat, áfát és egyebeket a adójogszabályok szerint le kell rónunk. A másik dolog pedig, hogy ilyenkor elállunk, önmagunkat rövidítjük meg azzal, hogy esetleg alkatrész utánpótlás, vagy jótállási kötelezettség, vagy egyebek, tehát mindazt, amit az uniós jogszabályok nekünk, mint fogyasztói jogokat biztosítanak, azokat önmagunkat zárjuk. Ki lehet, hogyha ezeket hozzászámoljuk, akkor nem is éri meg az a terméknek az ára, már ha ezt is hozzáveszük, mint amennyinek elsőnek látszik. Sokszor az olcsó drágább lesz a végén. Amennyiben a fogyasztónak problémája van a szolgáltatással, a termékkel vagy az eladóval, és azt nem tudja rendezni, a Békéltető Testülethez kell fordulnia. 2022-ben a legtöbb probléma használt autókereskedéssel, építkezéssel és felújítással volt kapcsolatos. Fontos, hogy ne csak szóbeli megállapodás legyen a vásárlások során, az írásban rögzített adatok ugyanis megkönnyíthetik a későbbi vitarendezést. Életfogytig tartó fegyházbüntetést kérte az ügyészség arra a férfira, aki idén februárban Kemecsén volt barátnőjére támadt, folytogatta, meg akarta ölni, és kinyomta a szemét. A letartóztatásban lévő erőszakos, többszörös visszaesőnek minősülő vádlottat az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével vádolja. Az eljárás a nyíregyházi törvényszéken folytatódik. Újfehértó zárta az élen az őszi szezont a labdarúgó megyei első osztály tabelláján. Piskóti Zsolt együttese 10 győzelem mellett 4 döntetlent játszott, és egyszer szenvedett vereséget úgy, hogy valamennyi meccsét idegenben játszotta. Az Újfehértó 1 ponttal előzi meg a Kálossemjént, és 2-vel a Kemecsét, valamint a Máté Szalkát. Az előző szezonban 8. helyen végző csapatkerete alaposan kicserélődött nyáron, sérülések, munkahelyi elfoglaltságok és családi okok miatt sokan távoztak.
A vezetők első feladata az volt, hogy létszámban és minőségben is megfelelő keretet alakítsanak ki. Miután ez megtörtént, úgy kellett nekivágni a bajnokságnak, hogy valamennyi őszi meccsén idegenben lépett pályára az Újfehértó. Más volt azért ez a felkészülés, mert azért idegenben játszani megye egyben azért nem túl egyszerű. Még sokat jelent itt azért a hazai pálya előnye. Mi Tégláson tudtuk a felkészülésünket elvégezni, amit ezúttal is köszönünk Téglásnak, hogy ezt biztosították, mert nagyon jó körülmények között tudtunk készülni az idényre, de azért tudtuk jó, hogy idegenben nem lesz egyszerű sok pontot gyűjteni. Pontokba határoztuk meg azt, amit el szeretnénk érni, semmiképpen nem helyezésben, mert azért ez be volt kalkulálva, hogy idegenben nem egyszerű. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit túl is lőttük a célt, mert egy ilyen 25-28 pontot szerettünk volna szerezni a szezon elején, és ez sikerült ugye megfejelni, mert 34 ponttal zártunk, ami nyilván semmiképpen sem negatív. Az Újfehértó végül 10 győzelem mellett 4 döntetlent játszott, és egyszer szenvedett vereséget, úgy, hogy a 15 meccsen mindössze 6 gólt kapott az éllovas. Nagyon előtérbe helyeztük a nyáron is, hogy a védekezést ugye minél hamarabb rendbe tudjuk tenni. Az edzőmeccseket is teljesen ennek rendeltük alá, hogy a védelmünk az nagyon masszív legyen, mert ez nagyon fontos volt, hogy ezeken az idegenbeli meccseken minél kevesebb gólt kapjunk. Ebből indultunk egy nagyon stabil védekezésből, ez sikeresen össze is állt. Nagyon odafigyeltünk arra, hogy megfelelő legyen a csapat összetartásoknak a száma, hogy minél jobban összekovácsolódjanak a fiúk először is pályán kívül, és ugye ennek köszönhető ez a kevés gól. A megyei első osztályú tabella eleje meglehetősen sűrű. A 34 pontos Újfehértót a 33 pontos Kálusemjén és az egyaránt 32 pontos Kemecse és Máté Szalka követi, megelőzze a 30 pontos Spari 2-t. Én azt gondolom, hogy jó színvonalú a megye első osztály. Azért az mindenképp látszódik, hogy 5 csapat is ott vagyunk egymástól 4 pont, tehát az 5. Spari 2 és köztünk ugye 4 pont a távolság. Nagyon jó meccseket tudtunk játszani, azt gondolom, hogy helyenként színvonalas és tényleg jó iramú meccseket is láthattak a kilátogató nézők, úgyhogy én elégedett vagyok a színvonalra. A felkészülést január első hetében kezdi az Újfehértó azokkal a játékosokkal, akikkel az őszt befejezte. A tavasz első részében albérletben játszik majd a csapat, aztán pedig a jelenleg még épülő Újfehértói stadionban már tényleg hazai pályán fogadhatja ellenfeleit Piskóti Zsolt együttese. December 21-én szerdán a Kölcsei televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd, számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Szerdán éjszaka kissé borongós, de csapadékmentes időre lehet számítani, a hőmérséklet fagypont körül lesz. Csütörtökön napközben marad a szürke, borús idő, megyeszerte előfordulhat eső. A hőmérséklet 0 és 4 fok között várható. A hét további részében a hőmérséklet éjszaka fagypont alatt, nappal 5-6 fok között alakul, eső nem várható.